Véget ért a tanév, és elkezdődött a vakáció. Ilyenkor sok család indul útnak bel- és külföldre egyaránt. A külföldi utazások során azonban több mindenre oda kell figyelni. Ezekre hívja fel a figyelmet a NAV Tolna megyei sajtóreferense. Az EU-n belüli utazásunkkor a jövedéki termékek, ugye az alkohol, a cigaretta, az üzemanyag szállítása nincs alapvetően engedélyhez kötve, viszont vannak mennyiségi korlátozások. Az EU-n belül ugye magánszemély adómentesen, nem gazdasági célból kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki terméket szállíthat. Ilyen kereskedelmi mennyiségnek számít például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör és 90 liter bor és pezsgő. Üzemanyagból pedig járművenként maximum 10 liter hozható be, vagy vihető ki a magyar határon. Ha a házi kedvenc is utazna a családdal, akkor neki elengedhetetlen a pet passport, vagyis az állatútlevél, amit a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állít ki. Azonban az sem mindegy, hogy az úti cél Európai Unión belül vagy azon kívül van, hiszen az adott ország jogszabályaival is tisztába kell lenni. Oda kell figyelnünk még a készpénz mennyiségére is, mert minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy annál több készpénz vagy készpénz helyettesítő fizetési eszköz van, köteles ezt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére belép vagy onnan kilép. Az utas tájékoztatóval kapcsolatos bővebb információkat a Nemzeti Adó és Vámhivatal weboldalán találhatnak az érdeklődők, de az ingyenesen hívható 18-19-es NAV infóvonalon is választ kaphatnak a kérdéseikre.